Podkárpátszkia régió Lengyelország délkeleti csücskében, az ukrán határ mentén fekszik. Magyarul Kárpátaljának fordítható, ám a félreértések elkerülése miatt inkább a lengyel nevét használjuk. Idegenforgalmi szempontból a Podkárpátszkia régió az egyik legjelentősebb Lengyelországban. Az ország déli részén található, közvetlenül a szlovák és az ukrán határ mellett. Ezen a vidéken több nép él együtt, folyamatosan új kulturális hatások érték az itt lakókat. A lengyel, a ruszin és a zsidó kultúra egymásra hatása izgalmas építészeti alkotásokat hozott létre, ezért rengeteg a műemlék, s külön vonzerőt jelent az érintetlen természeti környezet. Ez a terület természeti szépségekben nagyon gazdag. Itt található a Bieszczady hegység, ahol gyönyörű nemzeti park van. A régió nemrégen népesedett be. Ezek a területek az úgynevezett visszakapott területek, amiket 1951-ben csatoltak vissza a II. Világháború után Lengyelországhoz, és ezért itt nagyon kevés lakos volt. A történelem a 20. század közepén, a világháborúban, illetve az azt megelőző és azt követő népirtásokban a több nemzetiségű lakosságot alaposan megtizedelte, helyenként felszámolta. Manapság ez a táj nemzeti park, Európa legnagyobb másodlagosan elvadult, leggyérebben lakott területe. Lengyelországban az egyik legfontosabb ága a kulturális idegenforgalomnak a zarándok, illetve vallási turizmus. Itt kétféle formában is fellelhető. Az egyik a fatemplomok útvonala, amit Lengyelországban nagyon jól feldolgoztak. Ez a fatemplomok útvonala 4 megyén megy keresztül, Alsó-Szilézia, Szilézia, Małopolska, ez a Krakow és környéke, és Podkárpátszkia régiókban. Ez több mint 11 ezer faépítményt jelent. Itt ebben a régióban nagyon sokszor ezek régi pravoszláv kis templomok voltak, abban az időből, amikor még nagyobb pravoszláv lakosság volt a régióban, és ezeket a pravoszláv templomokat vagy átalakították katolikus templommá, és használják gyönyörű felújított formában, vagy felújították, és műemlékként meg lehet őket tekinteni. Sok helyütt a falvak már egyáltalán nem léteznek, csupán a templomok őrzik a nyomukat. A Dél-Lengyelországon keresztül Kassul futó fatemplom útvonal ezek közül is jó párat érint. Az egyik legfigyelemre méltóbb Smolnik fatemploma, amely egy temető közepén áll. Az eredetileg ortodox épületben manapság hetente egyszer mondanak katolikus misét. Ugyancsak eltűnt a valahai település Ribotycka temploma körül. Csupán néhány épület emlékeztet arra, hogy itt felperzseltek egy falut az ukrán partizánok. A legrégebbi lengyel falazott védelmi templom Szent Onufri nevét viseli, és a 14. században emelték. Ekkorból valók a presbitérium gótikus csúcsívei, míg a nyugati rész 2 évszázaddal későbbi. A templom 1692-ig ortodox volt, később görögkatolikus. Építészeti érdekességei mellett figyelmet érdemelnek sok évszázados falfirkái, amelyeket a tatár betörések elől ide menekülők hagytak a falakon, nyilván unalmukban. A Kalvária Paszlavska Csehosztova mellett a másik nagy lengyel búcsújáróhely nem elhanyagolható magyar kapcsolatokkal. A manapság az ukrán határon elhelyezkedő kolostor is egy csodatevő Madonna kép köré épült, s nem is egyetlen templom, hanem kápolnák egész láncolata.
Szanok városa Szan folyóról kapta a nevét, amely a Beszkidektől egészen az alföldi Lapáig kíséri végig a Podkárpátszkia régió tájait. Szanok épp úgy szoborral hódolt a svejkultusznak, mint az innen nem messze található Przemyśl. Annyi vér folyt errefelé az első világháborúban, hogy a lengyelek úgy gondolták, a régi Galíciára, a monarchia lőporfüstös időszakára jobb egy könnyed, emblematikus figurával emlékezni. Schweik az errefelé is járt derék cseh katona szobrának egyes testrészeit megdörzsölni állítólag szerencsét hoz, számunkra azonban legalább annyira érdekfeszítő a főtérnek és a kapcsolódó kisebb térnek a példaszerű urbanisztikai megújítása. A főtéren a régi pompájában újították fel a módos galíciai épületeket, a kapcsolódó térségen pedig a II. Világháborús lengyel emlékmű kapott helyet, melyen minden olyan európai és ázsiai helységnevet feltüntettek, ahol nagyobb számban haltak meg lengyelek. A gótikus várat a valahai Ruszin erődítmény helyén építették, és a 16. század első felében alakították át reneszánsz stílusban. A várban manapság nem csak történeti múzeum található, de az ódon falakadnak helyet a legnagyobb lengyelországi ikongyűjteménynek is. Az ikonok nagy részét azokból a pusztuló félben lévő ortodox templomokból menekítették ide, melyek a hányatott történelem során elveszítették vallási funkciójukat. Szanok másik építészeti attrakciója a Szan folyó partján megépített szabadtéri néprajzi múzeum, amely 38 hektáron mutatja be a Lengyel-Kárpátok keleti felének, az Alacsony Beszkidek néven ismert ukrán határvidéknek a fölöttébb kevert népi építészeti örökségét. Z uwagi na to, że kiedyś nasze granice wyglądały zupełnie inaczej. Az itt élő hegyvidéki népcsoportok, a gurálok, a lemkek és a bojkók faépítészeti művészetéből nagyon sok megmaradt. Ezek ma is látogathatók. A legértékesebb faépületeket pedig össze is gyűjtöttük, létrehozva Lengyelország legnagyobb szabadtéri néprajzi falu múzeumát. A skanzen Szanok városában található, ahol népcsoportonként tekinthetők meg a legjelentősebb faépítmények. Külön egységek épültek a lengyelek és ruszinok, a lemkovi és bojkovi népcsoportok lakóépületeinek és templomainak a megörökítésére. A telepítés a valóságos domborzati viszonyokat modellezi. A rusztikus, füstös hegyi épületek itt is a dombra kapaszkodó erdőben, míg az alföldies emlékek, templomok, iskolák, szélmalmok, sőt tűzoltó szertárak a folyóparti Lapájon kaptak helyet. A Krasziczyni várkastély és nagy kiterjedésű díszparkja a lengyel késő reneszánsz építészet legjelesebb emléke. A várat nem régiben újították fel. A szabályos négyzetalaprajzú, négy sarokbástyás épület udvara részben árkádos. Szépen megőrizték az attikás pártázatot, a stukkó díszeket és a falfestményeket is. A parkban patinás műemlékszálloda üzemel. Bobrka településen található a világ legrégebbi kőolajbányája 1854-ből, ám manapság egyike azoknak a beszkidi falvaknak, amelyek a mezőgazdaság lassú felszámolódása miatt a falusi vendéglátásban látják a kitörési pontot. Ehhez azonban nem elegendő, hogy a helyi népi építészet stílusjegyeinek felhasználásával családi fogadókat hozzanak létre. Bobrkában, a Bazil családi gazdaságban például felélesztették az évszázados múltra visszatekintő papírvirágsodrás hagyományát, amire a türelmes turistákat is megtanítják. Ki gondolná, hogy papírból nem csak pompás virágcsokrok készíthetők, de pár heti kitartó munkával akár pazar esküvői ruha is. Ugyancsak élő tradíció a fazekasság, de bőven van tanulmányozni való a hajdani falusi épületeket merészen és kreatívan megújító műhelyépületen, sőt a sövényen is.
A kárpáti hangulatot megidéző falusi vendéglátás másutt is létrehozta az építészeti tradíciót megújító létesítményeit. A Hocsevi Szalamandra szálló mögött lévő völgyben kis tavacskát is erre kezdtettek az úszó és pecázó vendégeknek, és nem gond egy társas mulatságot sem megrendezni. A Rimanóvi kissé túlméretezett Jasvendrovnicsek étteremnek nem is annyira az épület megoldásai, mint a közvetlen környezetében található tájépítészeti elemek érdemesek a figyelemre. A fantáziadús, természetes anyagokból álló, mozaikszerű kerti burkolat, a fatuskókon elhelyezett muzeális híradástechnikai eszközök, a mókás organikus szobrok vagy a zsiráfos játszótér mind-mind az otthonosság érzetét keltik. Sokkal közelebb van viszont az autentikus hagyományhoz a Mucsnéban megépült Vilcsa Jama fogadó, amely magán őrzi a rusztikus kárpáti építészet jellegzetes vonásait. Zsúfolt belső tere, trófea dömpingje, sajátos feszültségben van a patakra kifutó melléképületek természetességével és romlatlan romantikájával. Lodinában a Dembova-Gasztovka családi fogadó rendezkedett be a falusi vendéglátásra. Itt már több a szórakoztató nemzetközi elem, a turisták mesterséges ásott tó partján emelt pajtában vigadoznak, ám az épület együttesen épp olyan jól érzékelhető a lengyel, ruszin és zsidó építészeti hagyományok keveredése, mint a lodinai folklór csoport népdalaiban. Ha pedig még létrás szekérre is ülünk, hogy megtekintsük a környék patinás fatemplomait, vagy a 100 évvel ezelőtti ipari kultúrát rögzítő kezdetleges olajkiemelő szerkezeteit, akár a volt szovjet határt is átléphetjük. Európa ugyanis alig tud róla, hogy a véres ukrán partizánharc lezárultával, amikor a népirtást drasztikus lakosságcserével rekesztették be, Sztálin 1951-ben egy kis szénbánya övezetért cserébe visszaadta ezt az elvadult, felperzselt vidéket Lengyelországnak. Hosviában él egy képzőművész, aki nem győzi teljesíteni a nagy számban érkező állami megrendeléseket. Zsiszláv Penkarszki saját bevallása szerint a Beszkidek monda világából merített lényekkel népesítette be magángalériáját, amelyet erdőben talált korhadó fatönkökből kialakított fakápolnákkal és egyéb jelképes épületekkel vett körül. Teremtett világában a madonnákat disznóvájukra festi, a glória patkóból készül, a botra karomnő, összemosódik az angyali és ördögi jelleg, keresztény és pogány hagyomány. Ez még akkor is így van, ha képzőművészeti múzeumnak is beillő pincéjében időről időre valóban katolikus miséket celebrálnak. A Szolina-tó valójában víztározó, amelyet a Szán folyó korábbi féktelen áradásainak megzabolázására rekesztettek el egy monumentális gátrendszerrel. A 22 négyzetkilométeres, 474 millió köbméter vizet befogadó, 156 kilométer kerületű tározó Lengyelország legnagyobb mesterséges tava. Időközben jelentős vízi turizmus, népszerű látogatóközpont épült ki a partján, olykor kifejezetten extrém építészeti megoldásokkal. Több mint 10 vitorlás és jachtkikötő működik a parton, sőt sétahajózásra is mód nyílik. A 6 éven keresztül épült gát így módon nem csupán az árvízvédelmi gondokat oldotta meg, hanem az egyik legfelkapottabb idegenforgalmi célponttá tette Lengyelországban Szolinát és környékét. Tarnava Nizsna a kárpáti génbanknak is tekinthető hucolló tenyésztéséről nevezetes. A világvégi falucskából, ahol sem infrastruktúra, sem térerő nincs, emlékezetes bricskatúrákat lehet tenni végig az ukrán határ mentén, a vad természeti millióban, a lefektetett kőlapokon, a partizánok által elpusztított Zsvinyacz-Gorni település mementóul szolgáló temetőjébe. Leszkó volt a régió egyik legjelentősebb zsidó kulturális központja a deportálások előtt.
A város zsinagógája a 18. század első felében épült, a II. Világháborúban elpusztították, és csak a 60-as években restaurálták. Manapság kiállító terem működik a falai között. A zsidó temető a Kirkut néhány száz méterre helyezkedik el a templomtól egy domboldali erdőben. Mintegy 2000 gazdagon díszített macevet, zsidó sírkövet lehet itt látni, ami nagy ritkaság, hiszen a nácik másutt ezeket útépítésekhez használták fel. A legrégebbi sírkő 1548-ból való, a legdíszesebbeket pedig a spanyol inkvizíció elől menekült, előkelő szefárd zsidóknak állították. A természet időközben ellentmondást nem tűrően visszavenni látszik a temetőt. Talán ez a bujasság teszi a helyet Európa egyik legmegrendítőbb emlékhelyévé. Semmi is ennek a régiónak az egyik legnagyobb városa, mert a legnagyobb az a fővárosa Zsesuv, és Semmi is az, amelyik mai napig is nagyon erős kapcsolatokat tart fenn Magyarországgal. A lengyel-magyar kapcsolatok a régmúltra tekintenek vissza, amikor a honfoglaló magyar törzsek ezen az útvonalon jöttek a Kárpát-medencébe. Przemyslben egy védőfalut is megalapítottak, ami ezt a főkereskedelmi útvonalat védte. Nemrégiben magyar sírokat is feltártak ennek a településnek a helyén, ahová a harcosok lovaikkal együtt temetkeztek. A honfoglalás idején ezen a vidéken olyan törzsek laktak, akiknek a nevük lengyel volt. Innen származik a polszki név egyedülálló magyar elnevezése. A későbbi korokban sok magyar kereskedő idehozta eladni a borát. A legmélyebb kapcsolat a magyarokkal az első világháború idején jött létre, amikor elkészült a Przemysli erőd. Ekkor 40 ezer magyar katona élt a városban. Egy valóságos kis Magyarország működött itt akkoriban. Magyar nyelvű misézés, sőt újság is volt. Az erődökben a magyar katonák hősiesen harcoltak a monarchia hadseregén belül. Ez a több mint 50 erődből álló rendszer védte az osztrák-magyar monarchiát az oroszok támadásai ellen. A hadiépítészet immár megismételhetetlen, mert még a repülős bombázást megelőző teljesítménye a Przemysli erődrendszer. A szinte példátlan hadmérnöki bravúr 1854-től kezdődően évtizedeken keresztül több gyűrűben épült, és fel is tartóztatta a túlerőben lévő orosz sereget. Derekosan harcoltak a magyar katonák is, akik valóban a magyar hazát védték itt. Ha ők nem állnak ellent a cári hódításnak, lényegében szabad út nyílt volna az oroszok előtt Prága, Bécs és Budapest felé. 1914. szeptemberétől 1915. márciusáig az erődítmény védőinek sikerült is megállítaniuk az orosz előrenyomulást, és a cári sereg csak a kiéheztetés eszközével kerekedett felül. Több tízezer magyar katona áldozta itt az életét. Csupán Przemyslben három nagy temető van, ahol az osztrák-magyar hadsereg katonái nyugszanak. Ezeket a temetőket a helybéliek gondozzák. Przemyslt abban az időben Magyarország kapujaként emlegették. Ennek a harcnak Budapesten is megvan a szimbolikus emlékműve. A Margit híd budai hídfőjénél található a Przemysli emlékmű, ami egy küzdő oroszlánt ábrázol, azt jelképezve, hogy az erődvédői oroszlánként harcoltak. Magyarországgal ma is nagyon jó kapcsolatunk, Eger a testvérvárosunk, szívesen látjuk a Magyarországról ideérkezőket. Nemrégiben Przemysl városa kiadott egy könyvet, ami a Przemysli erődítményről és az ott folyó harcokról szól, méltó emléket állítva az itt elesett hősöknek. Ebben a könyvben számos korabeli fotót is közreadtunk. Magángyűjteményekből sikerült felkutatni régi levelező lapokat, fényképeket. Világviszonylatban is ez volt az egyik legnagyobb erődítmény, a monarchiában azonban mindenképpen ez volt a legnagyobb. Przemysl komolyan őrzi az első világháború egyik leghírhettebb hadszínterén elhunyt hősök emlékét. A magyarok három temetőben elhantolva nyugszanak a városban.
van, ahol tömegsírokban, s van, ahol szabályos parcellákban. Neves budapesti műépítészek is közreműködtek végső nyughelyük kialakításában. Przemyśl városa az átlagosnál is többet szenvedett a háborútól, ám szeretne vidáman emlékezni a múltra. A Schweigkultusz itt már valóságos népünnepély jelleget ölt. A különleges, lejtős főtéren bohókás történelmi performanszok zajlanak, sőt egy kis történelmi infantilizmusért sem mennek a szomszédba. Este pedig fenn, a Bajós nevű tatárdombon, szabályos tűzi játékkal ugyan, de jelképesen be is robbantják az erődöt. Przemyśl városa az építészet hagyományosabb műfajaiban is szolgál, érdekfeszítő látnivalókkal, hiszen világi és egyházi emlékekben gazdag, több nemzet által lakott kultúrvárosról van szó. Várát 1340-ben építette a város fölé magasodó dombon Nagy Kázmér király. Az épület ma az Alexander Fredró színháznak ad otthont. Przemyśl római katolikus székesegyháza, részben barokk, részben gótikus, tornya 71 méteres. A görög-katolikus főtemplomot II. János Pál pápa adta át a másik felekezetnek, azelőtt helyőrségi templom volt. Az ikonosztázt Lubacsovból hozták át, az épület elé harangfalat emeltek. A 17. századi óratoronyat helyett két különleges városi gyűjteménynek, a Harangmúzeumnak és a Pipa Múzeumnak. Mindkét cének Przemyślben van a vitathatatlan lengyelországi központja. A város legizgalmasabb kortárs építészeti alkotása a volt gettó sarkán található merész művelődési központ. Aki pedig más szemszögből szeretné látni a várost, az felülhet a libegőre, amely telente sífelvonóként működik. S ha esetleg nincs türelme a hóra várni, akkor kipróbálhatja a nyári bobot is. A Podkárpátszkia régiótól Bezmiecsovában búcsúzunk. A guruló óriás lufiba nem volt merszünk bekéreckedni, de az innen felvontatott vitorlázó repülőgépbe igen. Egyébként pedig itt volt ennek a nemes technikai sportágnak a lengyelországi bölcsője a 30-as években. Így aztán nem csak a földről, hanem odafentről is meg tudjuk mutatni önöknek a hegycsúcson emelkedő kilátóépületet. Bíztunk benne, hogy kőkövön marad, s lám túléltük. Úgyhogy a legközelebbi viszontlátásra.